A mi családunkban senki nem foglalkozott sem szőlővel, sem a földdel. Nem is itt születtem, egészen máshol, Győr-Sopron megyében, Csornán, ahol hírből sem ismertük sem a szőlőt, sem a bort. És 1964-ben költöztünk ide Szekszárdra, akkor én ötödikes elemi iskolába jártam, és hát itt láttam először a szőlőt és a bort. És ahogy soha nem felejtem el, amikor erre a borvidékre érkeztem gyerekként, fölnéztem a dombra, akkor virágpompába volt a mandula. És ahonnan mi elindultunk, ott még minden be volt zárkózva. És ez egy fantasztikus csodavilágnak tűnt nekem, mert valahogy úgy éreztem, mintha az óriások a virágcsokraikat széthajgálták volna a domboldalon. Hát ott volt ez a fantasztikus meglepetés, úgyhogy ilyen módon érkeztem ide. Aztán... A kezdet nagyon jónak tűnik. Általános iskolában volt egy nagyon kedves barátom, akit én nagyon szerettem, közben meghalt szegény, nem is olyan régen, akiknek persze volt szőlőjük, hiszen Szekszárdon mindenkinek volt szőlője. Ő elhívott a saját szőlőjükbe. Lementünk a pincébe, és ott 3 darab 5 hektós hordót látta. És én bennem ez még mai nap is ugyanígy emlékezem. Odaálltunk gyerekfejjel, ugye nagyobb volt a hordó, mint mi, és akkor azt mondtam magamban, te szűzmáriám, hova kerültem én? Ennyi bort megisznak ezek? Hát ezek megőrültek. Mi van itt? Hát ez így indult. Aztán ugye általános iskola után jött a középiskola. Ott már én egy szőlész-borász középiskolába kerültem, ahol 2 nagyszerű ember tudok igazából kiemelni az iskolából. Janner József, aki még hál' Istennek ma is él, és a végtelenül szeretem, egy nagyszerű ember volt. És volt egy másik ember, pedig Imre Laci bácsinak hívták, köznép csak Kupecnak hívta. Hát egy olyan ember, aki azt hiszem, hogy az egyetemen sincs ilyen, egyszerű, végtelen, visszafogott, egy professzor a maga területén. Hát ő például a hollós, annak a bizonyos gombás hollósnak a tanítványa volt, és elképesztő dolgokat mondott. Soha nem felejtem el, mindig ő volt az a szőlő órán, úgy kezdte az órát, hogy fölemeli a metszőlót, és megkérdezi, hogy gyerekeim, mit mutatok én nektek? Hát mi ugye kiabáltuk kórusba, metszőló tanár úr. És akkor azt mondta, hogy ez nem a metszőló, felejtsétek el, ez a pincének a kulcsa. Hát persze gyerekfejjel az ember akkor nevetett egyet, de később rá kellett döbbenni, hogy ilyet egyszerűen nem tud mondani a legnagyobb egyetemi professzor sem. Ez gyakorlatilag a szakmának az eszenciája. Mert azon keresztül én meg tudom mondani, hogy mi lesz a pincémbe. Sok borom lesz, vagy kevés, de az nagyon jó. Tehát minden a meccéssel dől el? Hát legalábbis... Legalábbis az alapok legfontosabb dolgok. Az alapvető dolgok. Tehát itt, amikor egy olyan fajta szemlélet indul el ebbe a szakmába, hogy nagyon különleges borokat hozzunk létre, szűjünk meg, természetesen nagyon fontos a termésnek a szabályozása. Hát nem más a meccés, mint a termés szabályozása. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy egy növényre mondjuk 12 kilót akasztunk föl szőlőbe, gyümölcsbe, vagy mondjuk 1 kilót. Hát az a szerencsétlen növény, az pont úgy viselkedik, mint az ember. Ha én most azt mondom, hogy íme itt egy hátizsák, vegye föl, és teletem szikladarabokkal. Hát bizony, alig bírna menni, nemhogy gátat ugrorna, de ha az ember a hátizsákjába csak azt a bizonyos kavicsot teszi bele, akkor röhögve teljesíti a távot. Tehát már rég túléptünk a mennyiségi és a minőségi kérdésen, azt Ezeket persze megint még mindig van, aki nem hiszi. Hát lehet egy darabig még ezt hinni, de sajnos ezt tudomásul kell venni előbb-utóbb. Én ezelőtt egy olyan 4-5 éve voltam utoljára Düsseldorfban, a Provine, ez mindig egy ilyen nagy nemzetközi megmérettetés és bemutató. Hát ott döbbentem először azon meg, és így is fogalmaztam meg, hogy véget ért a jó bor készítésének az időszakának. Ez kevés, ez semmi. Na, hogy jó bort kell készíteni, de ezzel már nem lehet labdába rúgni. Itt csak a nagyon nagy léptékű, különleges borokat lehet igazán normálisan értékesíteni. És az az igazság, hogy a világ is erre kezd fordulni. És bizony nekünk megvannak azok a lehetőségeink, ami a legnagyobbakká teheti ezt a borvidéket. Ez nekem meggyőződésem, és őszinte szívvel hiszek ebbe. Amikor nemzetközi nagy borversenyeken ez a kis város
egy-két borász, ma már ugye elindít borait ilyen nemzetközi megmérettetéseken, hihetetlen eredményeket érünk el, ami fantasztikus érték, nem csak ennek a városnak, az országnak is. Mi a tavaly évben két borunkkal indultunk, ugye a bordói világ legnagyobb borversenyén, hát az egyik aranyat, a másik ezüstöt kapott, ami ez nagyon nagy dolog. Hiszen ez rendkívüli nagy eredmény. De ez csak azt bizonyítja, hogy ez a város, ez egy történelmi borvidék. A történelmi borvidéknek pedig komoly ereje van, hiszen itt olyan gyümölcsök, olyan szőlők teremnek, amivel nekünk nincs mitől félni. Sőt, ez az egyetlen lehetőség, amivel nagyon komolyan tudnánk befolyásolni az egész városnak a működését. Hát ugye itt óvatosan az emberbe fölvetődnek olyan kérdések, amikor ez előtérbe kerül, hogy sajnos itt Szekszárdon sem tudják igazából az emberek, hogy milyen aranytojáson ülnek. Mi nekem ez meggyőződésem. Mi lehet az oka ennek? A marketing tevékenység kevés, vagy mi az, amiben ön a hibát látja? Miért nem ismerjük ezeket a borokat mi itthon ilyen nagyon jól, mint ahogy kellene is? Az az én meglátásom, hogy marketing tevékenységről nem beszélhetünk. Tehát az a marketing tevékenység, amit a város vagy önmagába egy-egy borászt tud kifejteni, az a mínusz nulla. Ez nem marketing. Tehát ahhoz, hogy egy komoly léptékű terméket nagyon jó pozícionáljuk, bizony legalább annyi értékű támogatást, vagy nem is támogatást, hanem kimondottan ilyen szellemi gondolatot kell mögé tenni. Tehát a marketingnek hihetetlen jelentősége van. Ezt nem hiszem, hogy egyébként is kell magyarázni. De itt én szerintem semmi nincs. Hát most, hogy én próbáljam az igazamat alátámasztani, mindenki ugye a szomszédos villányról mesél. És valóban. Oda érdemes elmenni egy hétvégén, megnézni, mi történik ott. Nem lehet bemenni a faluba. Itt próbálja meg valaki egy hétvégén, menjen végig ezen a városon. Mit fog látni? 6-5-4 embert a városba lézengeni. Hát ez nem működik normálisan. Ez nem jó. Ugyanakkor meggyőződésem, a boron keresztül hihetetlen vonzerőt lehetne elindítani. Mert ha ezt, és ide tömegesen jönnének emberek, akkor elképesztő módon működne minden. Anélkül nem működik senki, hogy ide nem jön ember. Hát ez világos dolog. Az étterem az nem tud kinyitni. Hát megint be kell menni bármelyik étterembe. Szerencsétlenek ott üdögelnek, és nem tudnak csinálni semmit. Hát ez nem normális. Tehát valamit komolyan kéne tenni. Ebbe a városba sokkal nagyobb erő van, mint például a előbb említett villányba. Itt, de sajnos az itt élők sem igazán tudják, hogy mit ér egy Bérbalog Ádám múzeum. Hát mert nem mennek oda se. Mit ér például itt, csak egy 11-14 kilométer alá a Sárköz gyönyörűségei. Mit ér például az itteni Gemenc? Mit ér ebbe a városba, hogy van egy Deutsche Bühne? Mit ér ebbe a városba, hogy egyedül az országba, sehol ilyen nincs, a borvidék föltáródott, és a dombok zömébe, ezekbe a völgyutak, betonutak. Hát ha valahol itt lehetne megvalósítani a borturizmust. De hát persze mindenki igazából ki van véreztetve, senki nem tud lépni. Na de hát, ha ezt valaki ez komolyan... Ez csak anyagi vonzatú dolog, nem, de természetesen... Bizonyára van anyagi vonzata, nem is persze. Kevés, hát természetesen ezt tudjuk, de hogy ma semmi azt hiszi sok ember, hogy úgy fog eljönni majd egy külföldi, egy ilyen bor vacsorára, hogy ki akarja vezetni az árnyékszékre. Hát így nem fog működni. Hát ezt tudomásul kell venni. A 21. század küszöbén vagyunk. Hát ez így nem megy. Mindenkinek természetesen a maga erejével és a maga módja meg kell tenni mindazt, amit meg kell tenni. Mi ezért hoztuk létre például a bor bemutató helységünket, ahol nem a megszokott léptékű vagy gondolatok hangzanak el, hanem én hiszem, hogy sokkal emelkedettebb gondolatokkal fog távozni onnan, aki oda bejön. Legalábbis nagyon jó vélemények vannak mindig. És hát egy ilyen bor bemutató, sokszor ostoroznak is otthon, 3-4 óráig tart,
Na de onnan nem megy úgy senki el, hogy lélekbe, és igazából ne töltődne. Hát valamit kell adni az embereknek. És azok az emberek, biztos vagyok benne, hogy vissza fognak jönni. És az összefogásban sokkal nagyobb lehetőség van. Azon is, ugye, sokszor elhangzik szinte provokatív módon, hogy a szexári borászok nem fognak annyira össze. Én ezt mindig úgy érzem, hogy ez túldimenzionált kérdés. És csak és kizárólag azt látom, hogy ezek az emberek annyira el vannak merítve a saját dolgaikkal, hogy szabályosan ideje sincs arra, hogy a másikkal foglalkozzon. Hiszen itt most a stúdióbeszélgetés előtt ön is említette, hogy akár 3-4 ilyen esten is, ugye 3-4 ilyen est is lefoglalja egy héten az idejét, mellette a különböző munka, ugye, ami a szőlővel, a borászattal összefügg, tehát tényleg kevés ideje jut még akár a családra is, nem, hogy egyéb más tevékenységekre. Tehát gondolom, hogy ez is az egyik problémája a dolognak. És ezt is érzem, hogy ezek a borászatok, akikkel az előbb itt óvatosan próbáltunk azért beszélgetni, vagy körvonalazni, sokkal többet tesznek, hiszen ezzel, hogy ő elmegy nagyon sok helyre, mint ahogy ő mondja, valóban hetente 3, de van, amikor 4 bor vacsora vagy bor bemutató van az ország különböző pontjai. És elképesztő erővel hatnak ezek. Én nekem nincs arra sem lehetőségem, hogy egyéb marketingeszközt vegyek elő. Nekem ez a direkt marketingeszközöm, hogy én oda elmegyek, és én megmutatom a boromat. És arról én mesélek, arról én beszélek. És az ott élő emberek, akik meghallgatják, soha el nem felejtik. És egy olyan fajta átalakulást sikerül az emberekben indítani, ami engem is meglep, de azok az emberek mindig ide vissza fognak jönni. Ezeknek hihetetlen jelentősége van. Ezért akarom az itthoni bormutatókat is így fölépíteni. És természetesen hát itt van például egy olyan fajta megjelenés is, mint például Kispál Istvánnak, ugye szexált nagyszerű emberének, gondolatai, epigrammái, egy-egy borbemutató mindig elhangzanak nálunk. És amikor egy ilyen nagyon finom hárfával szólal meg, hát mindenki elvarázsol. De azt hiszem, a bort azt mindig is valahogy a kultúra, a művészet de lehet összekapcsolni. Legalábbis az én gondolataimban mindig úgy jelenik meg egy pohár ízes nedő, egy nagyon szép színű ízes nedő, egy kicsit pezsgős, akár egy kis rozé, mellette egy kis zeneszó, esetleg versek. Ez egy nagyon jó gondolat. Így kell, hogy megjelenjen. És ezért kell nagyon sok mindent tenni, hogy az emberekben ne úgy jelenjen meg, hogy egy ricsnis pohárba megfogjuk és lenyomjuk a bort. A bor iránti szeretet nem azt jelenti, hogy én vedelem a bort. Hát most itt nem kimondottan a kannás borokról. Ahhoz föl kell nőni, és természetesen sok mindent kell mögé tenni és gondolni. A bor az a művészet maga. Egyszerűen én mindig úgy fogalmazom, hogy a bor semmihez nem hasonlítható isteni csoda, ami az élővilág és az egész emberiség riadala. És ezt én őszintén hiszem. Ez az nem politikája? Általában ezt sokszor elmondom, mert én ebbe komolyan hiszek. Nem tud olyan ember mondani olyan korszakot, szinte senki, aki végig gondolja az emberiség történetét, hogy a bor háttérben nincs ott. Minden történelmi korszakban bor ott van. Vannak olyan időszakok, amikor visszafogottabban, van, amikor erőteljesebben, de mindig ott van. Mennyire jellemző ránk most a minőségi borfogyasztás? Ha már itt ezt a témát kezdtük el percegetni. Nagyon sok változás indukálódott az eltelt 10 év alatt, és ma azt mondom, hogy igen, nagyon komolyan változik ez a kis ország is, és egészen bizonyosan állíthatom, hogy a minőség felé fordul mindenki. Tehát az a fajta gondolkodás, ami régen volt, ez bizony eltűnőben van. Nagyon örülök annak, hogy az országban számos helyen olyan borszerető kis csapatok, klubok jönnek létre, persze itt Szexáron is megvan, hál' Istennek, akik bizony végigjárják először a saját patriájukba minden borászatot, és ők is véleményt mondanak. És ez egy fantasztikus dolog. Mindenki elmondja az ő véleményét aztán, hogy a borvidéken mit látott. Utána kinyílik a kapu, és elindulnak messzebbre. Na, ezek a bor szerető közösségek hihetetlen erőt adnak. Sok embernek, de természetesen a borászoknak is. Mert van értelme mindennek a tevékenységnek. Ez egy nagyon fontos dolog. És ezekben a dolgokban én nagyon őszintén és komolyan hiszek. Én borzasztóan örülök annak, hogy azzá lettem, ami.
És én hiszek ebbe. Ebbe olyan fajta erő és olyan fajta lehetőség van, amiben az embereket, a másik embertársamat meg tudom változtatni. Csak ez természetesen, ez föl kell nőni, és valami elképesztő, különleges rezgéseket tud átadni a másiknak. Ezek abszolút biztonsággal és törvényszerűen működnek. Vannak, ahol visszafogottabban, de ők is elmennek máshova, és ők meglátják, hogy hogy működik ott. Hát én őszintén mondom, hogy számomra is borzasztó nagy öröm, hogy aki oda bejön hozzánk, és egy ilyen bor bemutatóan részt vesz, teljesen megváltozik. És soha ott semmiféle részegeskedés, vagy nem tudom, mi nem történik. Mert mindenki észreveszi azzal, ahogy oda belép, hogy itt valami más fog történni. Az egész hely azt sugallja. Az a fajta gondolatiság ezt erősíti. De hát ezek fontos dolgok. És megismerik a bort, kinyílik a bor. Hát látszik az ön gondolataiból, hogy imádja a szakmát, imádja, gondolom a jó borokat is nagyon szereteti, az, aki jó borokat is tud előállítani, hiszen azokat ízlelni kell azokhoz. Aztán tényleg jól kell érteni, de hát ugye annak a bizonyos ízlelő bimbó, vagy azoknak a bizonyos ízlelő bimbóknak is jól kell hozzá működni, gondolom. A család mennyire támogatja ezt a szakmát? Három gyermeke van, esetleg valaki fordul-e ebbe az irányba? Van-e erre hát irányutatás? A fiam, ő a, egy fiú és két lány van a családban. A fiam, ő már sokkal nagyobb. Ő a Pécsi Tudományegyetemnek a közgazdasági karán végzett, angol nyelvű szakán, és ő most éppen Budapesten van egy nagyon komoly marketing cégnél. Ő nagyon sokat tud a mi dolgainkba segíteni. A marketing terület, ami ugye hiányzik itt, az nagyon nagy segítség lehet. Ez borzasztó sokat jelent. A két lányunk van, a középső lányom most éppen harmadéves joghallgató Pécsen, és van a kisebb lányunk, ő pedig éppen most érettségizik. Őket persze be lehet azért vonni ilyen kisebb munkákba, de elsősorban nekik még mindig a tanulás a legfontosabb. És nagyon örülök, hogy a nejem végülis a vállalkozásba közelít, és igen, eljött az eredeti munkahelyéről, és ő is bekapcsolódott ebbe a munkába. Ez nagyon nagy segítség nekem, mert a háttérbe rengeteg olyan dolgot, papírmunkát tud levenni a vállamról, ami egyrészt én nem is nagyon értek hozzá, másrészt eléggé frusztrál, tehát ennyiféle mindennek megfelelni borzasztó nehéz, és valahogy nem is a vénámhoz tartozik ez, ezért nagy öröm nekem, hogy ő nagyon sokat fog tudni segíteni. És tényleg ennek most igazán örülök. Ilyen módon megerősödve indulunk egy új évnek, és reményeink szerint Szekszárd hírét szeretnénk öregbíteni. Hát reméljük, hogy ez így lesz. Ugye jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor olyan 10 hektár környéki területen gazdálkodik. Ezt mennyire lehet növelni, ezt a terület mennyiséget? Kell-e egyáltalán? Ugye itt minőségi termelésről beszélünk, de mondjuk a terület növekedése nem zárja ki a minőségi szőlőt, illetve bort, de azért a feldolgozásnál lett nagyon jelentős. Ugye mindig, ha területekről mesélünk, hogy mekkora terület, annak mögötte egy olyan feldolgozó kapacitásnak és tárlótérnek és értékesítő rendszernek kell lenni. Na most, hát bizony minden borászat, aki valamire való, az úgy indul, hogy azt mondja, hogy először 10 hektár az, amit igazándiból átlátva jól tud művelni. Körülbelül. Aztán, ahogy eléri ezt a szintet, látja, hogy nyílik a piac, őt megismerték, nagyon jó borai vannak, tehát tovább kell lépni. És hát természetes, mint minden világon, minden világ országában, itt nálunk is ez igaz, hogy bizony ezt növelni kell fokozatosan, az erőnknek megfelelően. Nekünk valóban 10 hektár termőterületünk van pillanatilag, de ezek mind idős ültetvények. Tehát nekünk a következő évtizedben bizony nagyon sok erőt kell fordítani arra, hogy ezeket felújítsuk. Van egy olyan területünk, ahol valamikor egy szekszári ős fajta, ez a kadarkának egy bizonyos változata, a virághegyi kadarka született. Hát nekünk ez a domb, ez a mi tulajdonunkban van, de ott ugye olyan nagy költséghányaddal lehet telepíteni és szőlőt létrehozni, hol egyelőre még gyűjtjük az erőnket. De az egy olyan terület, ahol meggyőződéssel hiszem, hogy az ország borát lehet előállítani.
amitől én egészen bizonyosan, és bizonyos vagyok abban, hogy ezt, ha sikerül, megcsináljuk, betelepítsük, akkor ott olyan bor fog születni, hogy ott nagyon messzire fog szólni, és elképesztő eredményeket lehet majd ott elérni. De hát ez persze megint tőke kéne, ami egyelőre nincs. Ezeket lassan tudjuk lépésről lépésre megtenni, és hát a mi vonatkozásunkban persze azt is tudni kell, hogy mi a mínusz nulláról indultunk, és még csak azt sem mondhatom, hogy én örököltem az édesapámtól, vagy a szüleimtől, vagy nagyszüleimtől. Hát itt mi 31-nány éve, 7 nappát éve ezen dolgozunk, és mindig egy picit tudunk hozzáragasztani. Hát idáig jutottunk, de ez a saját erőmből van. Aminek nagyon örülök, mert igazából mindig azt hiszem, hogy a gyémánt is akkor válik érdekessé, és igazán értékessé, ha azt megcsiszolják. Mi egyfolytában ezen vagyunk. Nem csak azért, hogy a mi hírünk, vagy a mi nevünk egyre jobban csillogjon, hanem én komolyan is nem általánosságban mondom, azért is teszem, hogy ennek a városnak sokkal nagyobb rangja és híre legyen. Ha mi arról beszélünk, hogy ez a város történelmi borvidék, itt mindenkinek, minden itt élőnek tudni kell, hogy itt legalább 2500 éve mindenki a bor körül forgolódik. Hát ez egy hihetetlen erőnek kéne legyen. De mégsem tudják sokan, hogy itt mi történik. Nem tudja senki, vagy ritkán sajnos, hogy átsuhan ezen a városon valaki, hogy borvidéken jár. Ez a nagy baj. Reméljük, hogy a helyzet változik, és én hadd kívánjam azt, hogy ez a gyémánt minél szebben ragyogjon, csillogjon. Bizony. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést, kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velem legközelebb is, minden jót!